Az Egyesület közel 3 éve szervez különböző sportprogramokat fogyatékossággal élő gyermekeknek és felnőtteknek, a kölyök sportoló program keretében pedig 3-9 éves korosztálynak nyújtanak sportfoglalkozási lehetőséget hetente azért, hogy minél kisebb korban megszerettessék velük a sportot. Nagyon fontos a fogyatékossággal élőknek is a sport, ugye fontos a gyerekeknek, de fontos a családoknak is, hiszen ugye a sport az alkalmas arra, hogy a különböző embereket összekösse korra, nemre, értelmi képességre függetlenül. Ugye az Egyesület már 3 éves kortól szervez sportaktivitásokat, hiszen a kölyök sportoló programban részt veszünk, ez a Speciális Olimpiai Szövetségnek egy programja, ahol már nagyon pici korban próbáljuk a családokat arra edukálni, hogy igenis egy fogyatékossággal élő gyerekkel is lehet sportolni, és hát ugye vannak versenyzőink is, akik most messzhez jutnak, és ugye nekik is az úszásban tudunk elsősorban egyelőre segíteni, de próbáljuk bővíteni a sportágokat Nyíregyházán. A Nyíregyházi Áruház munkatársai évek óta örömmel járulnak hozzá a Rejtett Kincsek Down Egyesület működéséhez. Idén tavasszal az áruház munkatársai az Adj egy pacsit program keretében kilométerenként 750 forinttal támogatták az Egyesület munkáját. Minden évben megszervezünk az áruházak között egy ilyen kis futóversenyt, ez egy házi bajnokság igazából, ami azt jelenti, hogy reggel 8-tól délután 8-ig, hát illetve este 8-ig folyamatosan futunk, és az az áruház, amelyik összegyűjti a legtöbb kilométert, nyilvánvalóan a nő nyer. Idejében egy picit próbáltuk ezt átgondolni, és arra gondoltunk, hogy miért ne tehetnénk valami jót. Éppen ezért minden egyes lefutott kilométer után egy bizonyos összeget úgy döntöttünk, hogy felajánlunk valamelyik egyesületnek. Itt Nyíregyházán mi a Rejtett Kincsekkel már egy ideje kapcsolatban vagyunk, ugyanis fontosnak tartjuk azt, hogy a sportot mindenkinek el tudjuk juttatni, bármilyen nehézséggel küzd is. És szerintem nagyon-nagyon jó látni, hogy ők, ahogy a gyerekekkel foglalkoznak, ahogy a sportolásra próbálják őket nevelni. Így biztosak voltunk benne, hogy neki fogunk segíteni. A közeljövőben az Egyesület igyekszik bővíteni azon sportágok számát, amelyeket űzhetnek a fogyatékkal élő fiatalok.